Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. A Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként tudta százalékos arányban növelni támogatottságát, tehát jobb eredményt értünk el, mint a 2019-es EP választáson, jobb eredményt értünk el, mint a 2022-es országgyűlési választáson, és jobb eredményt értünk el, mint a legutóbbi önkormányzati választáson, ugyanis meg ötszöröztük önkormányzati képviselőinket, vidéken egyértelműen a második erővé vált a Mi Hazánk mozgalom, 15-20%-os eredményeket értünk el a vármegyei listákon, kiemelném Csongrád Csanád vármegyét, ahol 24%-ot szerzett a Mi Hazánk mozgalom. Így megyünk tehát tovább a 2026-os országgyűlési választásoknak, amelyre már most elkezdjük a felkészülést, ugyanis eltökélt célunk, hogy megakadályozzuk a vendégmunkás inváziót, illetve képviseljük a magyar dolgozók jogait. Programpontjaink tehát változatlanok, tisztességes fizetéseket szeretnénk a magyaroknak, emberhez méltó munkakörülményeket, erős szakszervezetiséget, erről a helyről is üzenjük valamennyi együttműködésre kész szakszervezetnek, hogy fogjunk össze a magyar munkavállalók érdekében, és továbbá a negyedik pontot, amit ki szeretnék emelni, hogy mi úgy gondoljuk továbbra is, hogy már az oktatásban el kell kezdeni azt a fajta felvilágosítást, ami ma bántóan hiányzik, tehát hogy nincsenek tisztában a fiatalok, a munkaerőpiacra kikerülő fiatalok a munkajogokkal, a szakszervezetek működésével, és általában véve a Fidesz rendszere, de ugye az elmúlt 34 év rendszere is nem tud mit kezdeni a munka fogalmával, csak a profit szemüvegén át nézi ezt az egészet, és az ötödik pont a vendégmunkás invázió megállítása, mert lecserélik a magyar dolgozókat, 100-200 ezer vendégmunkás van már Magyarországon, de lehet, hogy még több, mert a hivatalos statisztikák hazudnak, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom így megy tovább a 2026-os országgyűlési választásoknak. Mi vagyunk a magyar munkavállalók pártja, úgyhogy képviselni fogjuk őket a jövőben is, és meg fogjuk állítani a vendégmunkás inváziót.